Az arcát látom, ami emlék kivált rég. Két kezével megsimít, de az álom véget ér. Rám tör a valóság, és egy új nap kiér. Perc, egy pillanat, mit vár. Köszöntök sok-sok szeretettel mindenkit, ez itt a Beszélj velem, és a mai vendégem nem más, mint Molnár Dani. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Kérlek szépen, mesélj arról, hogy tehát a gyerekkorodról már ott tudtad, hogy van benned az a plusz tehetség? Igazság szerint szerintem tök basic gyerekkorom volt. Jártam iskolába, a szüleim járattak mindenféle dologra. A karatétól kezdve úszáson át, aztán elkezdtem zenefelé is tendelni, mert hát ők is szerették volna, hogyha zeneiskolában tanulnék. Elkezdtem zongorára járni, az nem volt egy kifejezett sikersztori. A gitár az akkor jobban érdekelt, és az éneklés az tulajdonképpen az 5.-6. zeneiskolai év környékén kapcsolódott be, teljesen véletlenül. És meg is maradt ilyen főcsapásként, minden átment mellékvágányra, és maradt az éneklés. És hát ugye ennek köszönhető, hogy megismertünk a Star on Star leszekben. Kérlek szépen, mesélj erről. Ez egy érdekes műsor volt, azért mentem bele, és azért indultam el magában a műsorban, mert ebben találtam kihívást. Kérdezték sokan mindig, hogy miért nem jelentkezek. A többivel nem szeretném nevükön nevezni, úgyis tudja mindenki, hogy miről beszélek. Azokban nem találtam igazság szerint kihívást. Most valakinek vagy tetszik az, ahogy éneklek, vagy nem. De konkrét nagy produktumot nem kellett letenni a színpadra. Itt viszont a Star on Star kapcsán nagyon érdekesnek találtam, és nagyon jó kihívást találtam abban, hogy ahogy teljesen utánozni kell az eredeti előadót, és teljes mértékben oda kell vinni a színpadra. És hát azért mondhatjuk azt, hogy megformáltál egy pár előadót. Melyik előadónak a bőrében bújtál bele szívesen? Volt azért pár. A Jokert azt nagyon szerettem. A Stinget is. Főleg azért, mert ott inkább a dal állt közelebb hozzám. Illetve a végén, amivel kiestem, a Roy és Ádám lett volna egy olyan dal, illetve hát az is maradt számomra, amit én nagyon szerettem, még annak ellenére is, hogy kiestem vele, mert nem volt hangom. Mit adott neked a verseny? Nem utolsó sorban némi ismertséget, ami persze nagyon jó és nagyon örülök neki. Rengeteg jó kapcsolatot, rengeteg jó élményt, tapasztalatot, én nagyon sokat tanultam abból a versenyből. Nagyon sok olyan embert ismertem meg, akikkel a mai napig szinte napi kapcsolatban vagyok, többek között Horváth Tomi. Igen, akivel aztán elég erős közös munka is kezdődött, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon sokat kaptam magától a műsortól. És hát volt olyan műsorban, felidéznék egy dolgot, ami szerintem minden ember számára, vagy fejében megragadt, hogy a Randit választottad a próba helyett. Sokan megkérdezték tőlem, hogy ez tényleg így volt, vagy ez egy megrendezett történet volt? Nem. Sajnos én ennyire kelekútja vagyok, ennyire szétszórt és követhetetlen. Tényleg megtörtént a dolog. Annak ellenére, hogy mindig próbáltam nagyon szigorúan hozzáállni ez a műsorhoz, és nagyon következetesen rászorítani magam, hogy igen, már pedig ez a prioritás, hát egy dátum, egy időpont az kimaradt a naptárból. És ezt észre is vettük. És ennek következtében megörültem, hogy ott van egy szabad napom, hát akkor miért nem menjünk el túrázni egyet a Filisbe. Majd aztán jött a pofára esés, és a kínos telefon, majd a kínos forgatás. És hát ugye Tomitól kaptad a kínos telefont. Igen. Milyen mester volt Tomi? Nagyon jó. Nagyon jó, én nagyon szerettem. Szívét, lelkét beletette. Át tudta neked adni az ő tehetségét?
így munkába? Én úgy gondolom, hogy önmagát a tehetséget azt nem is kellett helyesebben, nem az volt az ő feladata, hogy ami az őért azt adja. Persze önmagából ő nagyon rettenetesen sokat adott, viszont én azt mondom, hogy amiben a legtöbbet segített, az a lelki oldal. Nyilván nagyon sok szakmai dologban is, de én úgy gondolom, és ahogy láttam a többi mesternél, Tomi volt az, aki a legjobban támogatott minket lelkileg, és a legtöbbet boostolt, és mindig ott volt, bármikor fordulhattunk hozzá. Ez látszódott is egyébként. Úgyhogy én nagyon szerettem, mint mester. 2020-ban a Dal színpadán megmutathattad a tehetségedet. Mesélj erről. És ha jól tudom, akkor ott volt az Ábránd is először, ugye? Így van, hát tulajdonképpen egy ilyen klipremiért leszámítva ott debütált a dal. Azt kell tudni az egészről, hogy én önmagamtól nem jelentkeztem volna a dalba. Ez még a Star One Star alatt kezdődött el. Kérdezték, hogy na és a dal, stb. Megyek-e? Főleg Tomi volt, aki nagyon kérdezgette, és mondtam, hogy van nekem egy dalom, de nem ezért írtam meg, nincs is olyan állapotban még, nem biztos, hogy nekem azt ott mutogatni kellene. Ugyebár azt már szinte, aki hallotta a dalt és hallott engem, látta a műsort, az tudja, hogy miről szól a dal. És mondták, hogy mondhatom, hogy de nem baj, hát csináld meg, hát indulj, mert nincsen vesztenivalód. Akkor utána ott mondták, hogy jó, és nekem mindenki tulajdonképpen a környezetben. És hát mondom, végül is vesztenivalóm tényleg nincsen. Másnap fel is hívtam a Tomit, hogy mondom, figyelj, gondolkoztam ezen a dalos történeten, nagyon jó, de hát félkész egy gitáralappal van felénekelve a dal. Mondom, ha kérhetek ilyet, akkor segíts nekem a hangszerelésben, mert azt tudtam, hogy ez a dallal szeretnék egy picit új útra lépni. Én eddig csak kemény rock blues vonalon mozogtam, és szerettem volna egy picit populárisabb talajra lépni, egy picit mainstreamebb hangzásvilágot belevinni ebbe a dalba, és megkérdeztem, hogy segítene ő ebben nekem. És azonnal igent mondott, lett legnagyobb meglepetésemre, és akkor meg is csináltuk a dalt, be lett küldve, és a folytatás mindenki látta a tévében. És hát meg is válaszoltad egyébként a következő kérdésemet, mert hogy ugye a szöveget azt te írtad, viszont a zenét azt a Tomi, illetve te is igen, készítetted. Igen, ez úgy van, hogy én megírtam Cakon Púder a dalt, ő tulajdonképpen felöltöztette az egészet, megcsinálta rá a hangszerelést, nekem meg volt a dallam, a harmónia menet, minden, a szerkezet, de csak egy ilyen egyszergitáros, nagyon demo felvétel volt, amit otthon magamnak feljátszottam, hogy mégis legyen mivel dolgozni, meg halljam az eredményt, és tulajdonképpen a felöltöztetésben kértem segítséget. Kérlek szépen, mesélj a jövőbeni terveidről, illetve álmaidról, és itt értek olyanra is akár, hogy láthatunk-e egyszer mesterként a Star One Star Leszekben, vagy Tomi oldalán a színpadon? Abszolút. Ez utóbbi az már egészen biztos. A műsorok után beszélgettünk, és a beszélgetéseknek a vége az lett, hogyha tulajdonképpen tök jó lenne, és mind a ketten szeretnénk, hogyha én beállnék hozzá vokalistának, úgyhogy ha nem lett volna most ez a vírus helyzet, akkor ezt a szezont már tulajdonképpen vele együtt nyomtam volna a színpadon, mint a vokalistája, viszont így nyilván tolódik az egész történet, szóval ez már egy készpénznek vehető történet, hogy a közönség látni fog vele együtt a színpadon. Illetve az előző kérdésedre a válasz, hogy akár mesterként láthat-e a közönség. Én úgy gondolom, hogy semmi nincsen kizárva, viszont az biztos, hogy nem idén, nem jövőre, nem a következő évadban. Nyilván ehhez sok mindent le kell még tenni az asztalra. Van olyan, amit
Meg, tehát teljesen másképp csinálnál az életedben, van-e olyan? Nincs. Tehát nincs. Nagyon sokan megkérdezték már tőlem, hogy mit csinálnék másképp, ha tehetném. Én mindig azt mondom, hogy semmit, mert a jelenlegi életemmel elégedett vagyok, és ahhoz, hogy a jelenlegi életem ilyen legyen, kellett a múlt. Igen. Szóval kellettek mindazok, amiket megtettem, nem tettem, akár. Úgyhogy nem változtatnék. Nekem az így jelen pillanatban nagyon jó. És van olyan, amire büszke vagy? Az egész életben? Van. Például a műsorok, az, hogy... És talán erre is vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült odáig eljutnom, hogy abból élhetek, amit a legszívesebben csinálok, amit a legjobban szeretek. Én úgy gondolom, hogy egy embernek ennél nagyobb ajándék nem lehet az életében, hogy a foglalkozása tulajdonképpen a hobbiával egyenlő. Én nap mint nap nagyon szívesen zenélek, sőt, pontosan ez a karantén helyzet, ami most mögöttünk van, ez pont arra volt jó számomra, hogy megmutassa nekem azt, hogy más nem tudnék csinálni. Mert egyszerűen belebolondulok. Volt egy-két hónap, amikor így teljesen kiveszett a muzsika az életemből, mert hát fenn kellett tartanom magam, és most jelen pillanatban zenével ezt nem tehettem meg. És egyszerűen becsavarodtam, mert nem tudtam muzsikával foglalkozni. Úgyhogy én erre vagyok a legbüszkébb. És hát ugye azt azért el kell mondani, hogy nem egy rövid út vezet ahhoz, hogy te bekerüljél egy élőadásba például, mert hogy a nézők azt látják csak, hogy ugye leadják a válogatókat, és ennyi. De nem, mert előtte ugye vannak castingok. Tehát nem is rövid castingok, mert van olyan műsor, ahol tényleg nagyon hosszú, én tudom, mert megjártam nagyon sokszor. De hát igen, tehát hogy hosszú út vezet el ahhoz, hogy megismerjenek az emberek. Abszolút, hát ez tulajdonképpen majdnem egy egész éves történet volt. Mesélj a karanténról, hogy élted meg, ugye már beszéltél az előbb róla. Viszont így a karantén vége fele, vagy lehetséges, hogy már feloldották így a hogy maradj otthon című szlogent. Ugye te adtál egy kis koncertet is. Igen, ez még abszolút benne volt a karanténban. Korábbra terveztük, csak aztán a szervezés az nagyon, nagyon nehézkesen zajlott. És hát itt tulajdonképpen a karantén utolsó harmadában sikerült megcsinálni, nem is emlékszem, talán 7 vagy 8 ilyen kis karantén koncertet. Ez már tulajdonképpen annak a fejleménye volt, hogy azt mondtam, hogy nekem valamit csinálnom kell. Mert egyszerűen megbolondultam. Én ahogy elindult ez a karanténosdi, le lett fújva minden koncert, minden buli, nagyon örültem egy kis pihenőnek, aztán nyilván valamit tenni kellett, mert hát éhen halni sem lehet. Persze. És elmentem villanyszerelőnek, hát az nem kell senkinek bemutatni, napi 8 órás monoton robotolás, és meg az áram is megrázhat. Igen, az a nagyon jó barátságban vagyok egyébként is. És azt mondtam, hogy nem, kész, itt valamit csinálni kell, valami muzsikát be kell hozni az életembe, mert ez így nem működik. És ahogy ezen elkezdtem gondolkodni, láttam is rá Pesten egy nagyon jó példát. És hát azt miért ne tudnám saját környezetben otthon megcsinálni, főleg úgy, hogy a hátam mögött áll egy komplett rendezvénytechnikai cég. És felhívtam a kollégát, hogy figyelj, van egy ilyen ötletem, csináljuk meg. Azonnal ráharapott, mert hát ő, neki is ez az élete. Igen. És bele is fogtunk a szervezésbe, ami aztán nem volt könnyű, nyilván a mindenféle megszorítás miatt, de miután biztosítottunk mindenkit, hogy nem lesz probléma, úgy csináljuk, hogy minden keretet betartsunk, úgy aztán végül sikerült, és akkor ez a 7 vagy 8 ilyen koncert le is ment gyöngyösen, illetve egy Abasáron, ahonnan én származom.
Úgyhogy az már egy ilyen kis, hát hogy is mondjam, mint a víz alatt fúldoplónak, amikor így lenyújtod a nátszállat, körülbelül egy picit olyan volt. És aztán szépen kezdtek fellazulni ezek a megszorítások. Hál' Isten. Hála magasságosnak, így van. Most már ott tartok, hogy szinte minden hétvégén van valami kis buli, ahol úgy kieresztetem a gőzt, és bár még a civil munkát még mindig nem tudtam elengedni, de már legalább van, ami eltessen a hétköznapokban. El fog jönni az idő is. Így van. Egy rövid szünet, és jövünk vissza egy kis játékkal. Szóval itt is vagyunk egy kis játékkal. Zenéket fogok lejátszani, és hát le fogom egy adott pillanatnál állítani. Tehát is hallani fogod szerintem, hogy ki fogja énekelni, de le fogom állítani, és folytatni kell. Jó, de próbáljuk meg, nézzük meg. Ez meg nem az. Virágokat fújja a szél, erős lélek, mint az acél. Szóljon nekünk a hold, fénye arcoddal dacol, simogatom mosolyod, mámorítom a csókod. Hát ez most nagyon könnyű volt, mert ebben nagyon benne vagyok jelen pillanatban. És hát akkor maradjunk Tominál. Na. Ez egy kicsit régebbi, azt hiszem 2013-os, de lehet, hogy későbbi. Mikor megpillantottam tudod az arcod, álmomban sem láttam hozzád hasonlót. Jó, hát mindenen átmész. Nekiabáljuk el. Most egy olyat fog lerakni, ami nagyon közel áll hozzám egyébként. És majd elmondom miért. Lehet, hogy volt sok tévedés. Egyébként nekem is egyik kedvenc dalom. Hát ugye én a Stardust Legacy-ben szerepeltem. Igaz, hogy én nem így, hogy tovább jussak, hanem én Tóth Gabival énekeltem a válogatón egy produkciót. Ez egy nagy meglepetés volt nekem, hogy feljött a színpadra, és elénekeltem, mert nekem ő a mindenem egyébként. Tényleg valami rémlik is, mert visszanéztem a válogatókat. Ha felnézel oda, még be is voltam öltözve. Tényleg. Igen. Anya, nem tudom, mit mondjak, elfáradtam, vagy csak már untat minden hal. Eddig tartott a széria. Tehát ez By Alex. Még az előadót se tudtam volna, de hogy folytassa. Oké. Ez egyébként új. Egy hónapos. Nem tudok mindig tapra esni, csak felállni. Elapjottam, a régi kezállni. Lövéksem, és megint az a baj. Aha. Ja, igen, és ők elég rendesen kimaradtak az eddigi életemből. Hát akkor térjünk vissza így. Legyen a babám, kérem a babám.
Jó, hát megkaptam a könnyét én. Táncolni fogunk keringőre fel, vihar jöhet az érzés, semmi nem mossa el. Legyen a babám, kérem legyen a babám, várni fogom kegyedet, lesz este falubán. Legyen a babám, kérem legyen a babám. Igen. Most berakok egy olyat, amit biztos nem ismersz, de ezt neki tudja. Remélem, ennek legalább az előadóját meg tudom mondani. Semmi. Fogsz a vitt? Hát azt a vagy. Na harag, hogy semmi van. Ez cseles volt. Ugye? Nem tudom, ismerős. Ismerős? Ismerős, de nem vagyok benne biztos. Nem tudom, ki lehet. Van valami rossz arcon. Az arcát látom, ami emlék kivált rég. Két kezét megsimít. De az álom véget ér, rám tör a valóság, és egy új nap kér. Na most az a helyzet... Hogy nem tudod folytatni. De egyébként de tudnám. Tudnám, viszont talán az első alkalom, amikor elő kellett valahol adnom nyilvánosan. Ja, sőt, meg is mondom neked, kérlek szépen egy tévés forgatás volt, a Tündérszépek szépség verseny, és a Békefi Vikivel elhívtak minket, hogy aztán vigyünk, aztán leszek bőle. Így van, hogy énekeljünk egy-egy dalt, és hát akkor már miért ne az ábrándot vigyem el, még a dal előtt az egy kis promó történet. Elénekeltem a dalt, természetesen olyan szinten rontottam el a szöveget, mondom, nem hiszem el, nem én lennék. Mert hogyha még másét, arra azt mondom, hogy oké, az nálam szinte rendszeres, hogy kamuzok. De hogy a saját szövegemet szerintem nem tudom elénekelni. Minden énekes nőjük van egyébként. Enjoy 60% off over 1,000 plus bikinis. Elliot Sappho. Azért megvan nagyjából is. Sajnálom, a csalódást kell okoznom, de... Burai Krisztián, sok is Barbi, plusz is. Fölcsök itt a volna. Hát ugye... Itt meg ott is voltál? Az már most megvan. Meg a látszat, te valami hasonló a szöveg, biztos. De ezt legalább tudom, hogy mi, tudtam, mi volt. Fogom tudni folytatni. Jó. És egy utolsó. Na.
csábító. Ezt sem tudom folytatni, pedig még léptem is föl vele. Na ez viszont nagyon jó egyébként. Még amikor nagyon az éneklésnek a kezdetén voltam, akkor énekeltem Varga Viktor dalokat, és hát ez is köztük volt, és nagyon szerettem is. De hát annak most már, nem tudom, ides tovább 6-8 éve, és azóta előse vettem ezeket a dalokat, úgyhogy sajnálom, de... Hát meg kell tanulni újra, meg kell alkozni. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a felkérésemet, és vendégem voltál. Én köszönöm, hogy elhívtál. Nektek meg köszönöm a figyelmet, ha szeretnétek, iratkozzatok fel mindkettőnkre, Instára is bárhova, és írjátok meg, hogy kit szeretnétek még, én hozom, további szép napot, sziasztok! Sziasztok! Gyakran hallom hangját álmaimban még, az arcát látom, ami emlék kivált rég. Két kezével megsimít, de az álom véget ér, rám tör a valóság, és egy új nap kiér. Perc, egy pillanat, mit veled tölthetnék, nem kérdeznék semmit, csak hozzád bújnék, csak egy perc, egy pillanat, mi nem illanna el, ez egy ábránt, mert nem élhetem át, még egyszer. Ostoba gyermeki fejjel nem tudtam, mennyit ér. Mindig késő lesz, mire az ember ráeszmél, és az első pillanatban nem is fogtam fel, nem jön vissza többé, már nem érezhetem, csak egy perc, egy pillanat, mit veled tölthetnék, nem kérdeznék semmit, csak hozzád bújnék, csak egy perc, pillanat, mi nem illanna el, ez egy ábrán, mert nem élhetem át, még egyszer. Tudom, nem lesz könnyű, de néha még egy hang, egy dal megidéz. Mennem kell tovább, mert az álmom hív, nem adom fel semmit, csak egy perc, egy pillanat, mit veled tölthetnék, nem kérdeznék semmit, csak hozzád bújnék, csak egy perc, egy pillanat, mi nem illanna el, ez egy ábrán, mert nem élhetem át, csak egy ábrán, mert nem élhetem át. Még egyszer, még egyszer.